Ez a munkahivatás, szívvel, lélekkel lehet csak végezni. A Pécs határában található Mancsrencs állatkert és állatotthonnál önkéntesként dolgozik Uzsoki Eszter, aki eredetileg nyelvtanár. Ez egy elég klasszikus történet, látogatóként jöttünk a családdal, körülbelül most 2 éve, aztán itt ragadtam tulajdonképpen. Viszonylag rugalmas a munkabeosztásom, és ezért el tudok jönni hetente néhány reggel. Vannak mentett állatok és tervezett új lakók is az elmúlt 1 hónap alatt, tudtuk meg az alapító tulajdonos Fejes Rózsától. A mentettek között szerepel egy emu, 2 őzgida, 3 nyest, 1 rókabébi és 1 törpeboci. Tervezett állatuk 2 kis bárány és 1 róka. Azonban születtek is állatok, mint például egy kis csikó és a most 1 hónapos alpaka bébi. Közben azt is megtudtuk, jó gyógyult a sebe az egyik kis sérült fiatal őzikének, aki egyik fülét vesztette el. A másik gida további orvosi ellátásra szorul. Az a kis fületlen őzik, akinek letépték a fülét, és hát nincs is, ugye fél füle fog élni már élete végéig. Szófiával vannak egy kis probléma még, ugye, mert ő neki levágta a fűnyíró traktor a lábát, egy nagyon jó állatorvos, szerintem orvosi bravúrral visszavarta a lábát, és belerakott egy ilyen fém implantátumot a lábába, amit viszont ki kellene szedni, mert ugye ez nem tud nőni az őzikével együtt. Egyelőre még ezzel vannak a problémák, hogy ezt hogyan fogják tudni eltávolítani onnan, de hát remélem, hogy megtalálják rá megfelelő módszert. Az itt élő állatok gondozása, élelemmel való ellátása és orvosi kezelése sok pénzt emészt fel, ezért minden nemű támogatást szívesen elfogadnak.